rendhagyó módon a buszról jelentkezem, ami éppen a sajtóközpontba visz, de találkoztam egy fiatal emberrel, aki érdekes lehet odahaza, és Szabó Zoltán, aki a szlovák televízió operatőre, és tökéletesen beszél magyarul, úgyhogy most megkérdezzük, hogy mi a szlovák csapat titka. Milyen volt ez a nap egyáltalán, ti hogy éltétek meg ezt a fantasztikus bravúrt? Ja, nagyon-nagyon örültünk el egész csapat, még a sajtók is. Volt egy kis háború köztünk, a sajtó még a edzővel, de én nagyon bíztam benne, hogy mi megnyerjük, ha bár az oszoknak trukkolok. De most úgy volt, hogy jobbak is voltunk, jó meccs volt, és jobbak voltunk, és megelemelten tovább jutottunk, és örülünk a hollandi meccsre. Mi volt ez a háború, amit most mondtál a csapatnak köztetek? Az edzőn egy kicsit föl tudja kavarni a vizet, és aztán most ezt adjuk inkább. Hát azt mondtad, hogy nektek sem álltak meg nyilatkozni, ez azért elég furcsa. Nem álltak meg, de hogy most megyünk utánok, és akkor remélem minden elintézik. Rendeződni fog a dolog. Persze, hogy ők is egy kicsit megörültek is, még vissza akarták így adni, de nem tudom. De most őszintén számítottatok erre, hogy ebből a csoportból tovább tudtok jutni? Én őszintén azt mondom, én igen. És már nem tudom, nektek is mondtam, hogy Paraguay nagyon nehéz ellenfél, és jobban bízok az olaszokon, és az edzés olyan szerintem ügyes, mert nagyon jó csapatot össze tudott dobni most az olaszok ellen, és remélem ebbe bízott ő is, hogy most komolyan ezeket feldobta, ezeket a stock, meg a fiatal gyerekeket, akik ezt az öreg olasz gárdát lassan hengerelték. És mi lesz a hollandok ellen? Hollandok ez már nehéz. Legyen ami lesz, az már mindez, mert csak az ráadás. Igen. Habatortán. Igen. Hát minden esetre gratulálunk ehhez a csapathoz, és azt hiszem, hogy nekünk is irányt mutatott szlovák válogatott, mert mi is hasonló helyzetben vagyunk, ugye? Igen. Szeretnénk valamikor egy nagy bravúrt végrehajtani. Fog körülnek. A szlovák válogatott nagyon fiatal, és remélem meg jobb eredményeket el tud érni, hanem most, akkor jövőben. Köszönöm szépen, gratulálok. Köszi szépen, én is.